Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei és a ma történései között több ponton is hasonlóságokat vélhetünk felfedezni. Ugyanúgy küzd ma a magyar nép szabadságáért európai szinten, mint ahogy egykoron a Habsburg birodalommal szemben tette. Így emlékezett meg beszédében a történelmi eseményekről Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár azon az ünnepségen, amelyre a sátoraljaújhelyieket várt a város önkormányzata és a Kossuth Lajos Művelődési Központ. Mai világban, mostani korban nem ugyanezt érjük meg. Birodalmi központ vagy központok nem ugyanezt teszik. Egymást ugrasztanak, uszítanak népeket, nemzeteket. Pusztító háborúkat provokálnak ki. És ugyanígy ma is vannak szép számmal, akik pénzért, hatalomért, remélt nyugatról jövő dicséretért árulják a hazát. Vannak, akik júdásként eladnák nemzeti szuverenitásunkat. Vannak, akik ugyan a szabadság, testvériség és egyenlőség jelszavát hangoztatják, de mindeközben szabadságunkat veszélyeztetik megszállókkal, háborúk gerjesztésével. Soltész Miklós kiemelte, az utókor emlékezete fontos figyelmeztetés is egyben. Üzenjük Bécsbe, Berlinbe, Brüsszelbe, ha kell a tengeren túlra is. A magyarok minden birodalom temetésén jelen voltak az elmúlt évezredben. És üzenjük az érintetteknek is, akik árulják a hazát, kiszolgálják a nagyhatalmakat, akik szuverenitásunkat alássák, azokat a nemzet kiveti, kivetette magából a múltban is. A hősöket, a bátrakat, a nemzetért dolgozókat pedig évszázadok, évtizedek táblatában is tisztelet övezi. Szamosvölgyi Péter polgármester ünnepi beszédében Andrássy Gyula akkori miniszterelnök szellemiségét is megidézte. Andrássy Gyula azt mondta, a politikus nem a mának tervez, hanem a jövőnek. Annak a jövőnek, amikor mi már nem vagyunk. Ezek az emberek, akik ezt az áldozatot meghozták, értünk is hozták meg. Önökért, a mi gyermekeinkért, a mi unokáinkért, hogy én most magyarul szóljak önökhöz, hogy magyarul beszélhessünk egymással, hogy legyen egy hazánk és legyen egy nemzetünk. Mit üzenne Andrássy Gyula ma nekünk a mennyországból? Talán azt, a saját helyén mindenki hozza ki magából a legtöbbet. És mit látunk most? Újra támadnak minket, el akarják venni önállóságunkat, önrendelkezésünket, múltunkat és jövőnket is. Hát lengessük meg a zászlót, felemelve fejünket, és a vérünkben csörgedező magabiztossággal mondjuk, megvédjük a hazánkat bárkitől, aki szembe jön velünk verbális erőszakkal, és kivetjük magunkból az árulókat. Ezt követően a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium jelenlegi és volt diákjainak ünnepi műsorát tekinthették meg a sátoraljaújhelyiek, amelyben közreműködött többek között a Hét Színvirág óvoda és az Intervox női kar. A megemlékezés zárásaként a város vezetői, intézmények, civil szervezetek és pártok képviselői helyezték el a tisztelet virágait Kossuth Lajos szobránál.